Sziasztok, gyíkok! Teljesen mindegy, kormányfő úr, hogy önnek 8, 9 vagy 14 mandátuma lesz. Az Európai Parlamentben senkinek nincsen többsége. Ön ott a pártjával életében először kisebbségben fog ülni? Bekakantottam. Hiába mosolyog, ön egy hazug, miniszterelnök. Nem számít, hogy jutsz el a kincsig, B1 komám. Na ez csosold, öreg. Nálam van az erő! Hé, megmutassam a puncimat? Ó, te jó ég, olyan cuki vagy! Európa nem kér még egyszer az önök fasizmusából, sőt, nem kér a szovjet tankokból sem. Nézd, ezt a tagot érdekelheti a kínos. Hello, mi a helyzet? Üdv a pokolban. Mi a szitu, kákabél? Ahol nem szabad a sajtó, ott nincsen szabad választás. Ahol nincsen szabad választás, akkor azt tudjuk meg, hogy az önök hazug manipulációja mennyire ért el célt. Nem ajánlom, hogy belém kös! És az Európai Uniónak minden egyes konstruktív javaslatát, ami arról szól, hogy hogyan kell Európa határait megvédeni egy Törökországgal vagy egy Afrikával kötött szerződés és megegyezés útján, azt önök elvetették, mint hisztis hülye gyerekek a diplomáciával az élükön. Kellett Schaller? Hé, hey, te meg én, Durbelen, na? Sziasztok, gyíkok! I'm on the back.